A zsebüket nézték a honatyák, speciális nyugdíjkiegészítést szavaztak meg maguknak. Kihasználták a lehetőségeket a gazdák, mezőgazdasági területeik nagy részére igényeltek területalapú támogatást. Óvodába minden gyereket, az ország összes megyéjére kiterjesztik az óvodai képzést népszerűsítő programot. Köszöntöm Önöket a híradóban! 303 igen szavazattal a képviselőház és szenátus együttes plénuma elfogadta a parlamenti választottak speciális nyugdíj kiegészítésére vonatkozó törvényt. A tervezet elfogadását heves viták előzték meg. A Nemzeti Liberális Párt képviselői a tervezet visszavonását követelték, ezt azonban elvetették a többségi hónatyák. Az RMDSZ nem fogalmazott meg egységes álláspontot, de híradunk úgy tudja, hónatyái megszavazták a törvényt. Kerekes Károly képviselő elmondta, ez abba a folyamatba illeszthető, amellyel minden speciális nyugdíjat visszaállítanak, amelyeket a Bokk kormány 2010-ben eltörölt. Ő maga a felszólalásában a liberálisok képmutató magatartását bírálta. A felszólalásomban nem beszéltem sem ellene, sem mellette, a visszaállítás mellett vagy ellene, csupán a legvehemesebben, akkor a legvehemesebben tiltakozó Nemzeti Liberális Párt álláspontját ismertettem, aki annak idején megtámadta az Alkotmánybíróságnál azt, hogy miért is fosztották meg a parlamenti képviselőket és szenátorokat a speciális nyugdíjuktól. Kelemen Hunor RMDSZ elnök a szövetség áprilisi kongresszusa után még nagyon rossz ötletnek tartotta a választottak speciális nyugdíját, azt azonban hozzátette, senkinek nem tiltották meg, hogy aláírja a kezdeményezést. Én azt gondolom, hogy a társadalomban nincs felkészülve, és nem is szabad erőltetni egy ilyen típusú pótnyugdíj vagy nyugdíjkiegészítést. Nem tartom helyesnek, nem tartom jónak, pont ennyi. Az elfogadott tervezet szerint azok a képviselők és szenátorok, akik egy mandátumot töltöttek a hivatalban, 1200 lei többlet nyugdíjat kaphatnak, akik azonban három mandátummal rendelkeznek, akár 4000 lei havi nyugdíjkiegészítésben részesülhetnek. Gabriel Loprián miniszterelnök helyettes látja el a kormányfői teendőket a héten. Viktor Ponta erre vonatkozó meghatalmazását a hivatalos közlöny tette közzé. Ponta, aki hétfőn térdműtéten esett át egy törökországi kórházban, lábadozása idejére adta át hivatalos jogkörét a helyettesének. Gabriel Loprián a Románia haladásáért párt elnöke egyébként a hétvégén még a kormányból való kilépést is kilátásba helyezte, amennyiben a szocialisták a tudtuk nélkül módosítják a büntető törvénykönyvet. Az UNEPR-nek 39 képviselője és 13 szenátora van a parlamentben, támogatásuk döntő lehet a Ponta kormány számára. Tegnap éjfélig vették át a mezőgazdasági kifizetési ügynökségek az idei egységesített támogatási kérvényeket. Országos szinten a területek 83%-ára igényeltek juttatásokat a gazdák. Az erdélyi megyékben nagyjából az országos átlag fölöttiek az eredmények. Maros megyében 30 ezer gazdát vártak a területalapú támogatás igénylésére. Június 15-én 24 óráig 25 ezer gazda kért támogatást, 2014-hez viszonyítva a területek 87%-ára. Megjegyzem, hogy július 10-ig lehet még kérvényezni napi 1%-os büntetéssel. Az informatikai rendszerünk szerint a megyében még 23 ezer hektárnyi föld jogosult támogatásra. Egyes gazdák azért nem kérvényeztek még földalapú támogatást, mert a bérbe vett telkeik adójának a kifizetésével küszködnek. Az egész, hogy vannak, amelyek el vannak jövő a községből, azt se lehet tudni, merre vannak, az adó fizetéssel vannak maradva, és azok már automatikusan vágják ki. A bérje eljön, de nem mondja, hogy el van maradva az adóval. A bért maga odaadja, segítséget. Maros megyében július 10-ig a támogatásokra jogosult területek 96%-át le fogják fedni, ami jó eredménynek számít. Kovászna megyében a létező 110 ezer hektárra a gazdák 90%-a leadta a kérvényt. A 14 ezer jogosultból alig ezren nem. Hargita megyében a 193 ezer hektár 74%-ára kérvényeztek támogatást, a 31 ezer gazdából 20 ezeren. Jó hír, hogy a szarvasmarhákra elmaradt támogatásokat, valamint a múlt év utolsó negyedére járó üzemanyag támogatást jövő hét folyamán átutalják a gazdák számláira.
Országos szintre emelik a Minden gyereket az óvodába programot. A kezdeményezés keretében jelenleg 11 megyében körülbelül 2400 hátrányos helyzetű gyereknek nyújtanak havi 50 lejes támogatást. Az utalvány élelmiszerre költhető. Utolsó tanítási héten kevesen vannak a Maros-Szentgyörgyi 2-es számú óvodában. Szeptemberben 30-an iratkoztak be a csoportba, nagy részük rendszeresen járt óvodába, de vannak, akik kimaradoztak. Nem elszigetelt esetről van szó. Egy gyerek volt, aki már novembertől nem jött. A másikok viszont inkább áprilistől, miután a magyar segélyt megkapják, akkor szoktak lemaradozni. Tehát olyan május-június vége fele. András Máriának 3 gyereke van. A legnagyobb előkészítő osztályba jár, a középső óvodás. Élelem és megfelelő ruházat hiányában azonban nem tudja minden nap iskolába járatni őket. Nekik sokat segítene a havi 50 lejes támogatás. Nincs olyan betörős, hogy a gyerekek járjanak minden héten vagy nap. 5 vagy 3-4 napig tudom engedni őket rendesen, már nincs annyi ízém, hogy tudjam engedni őket. És az apjuk hol dolgozik, hol nem. Én még járok ide napszámból, és az a kicsi gyermekpénz. A programot 2010-ben indították el, és eddig mintegy 11 ezer gyerek részesült támogatásban, több mint 40 településen. Azokban az óvodákban, ahol működik, 70%-kal nőtt az óvodai látogatottság. 2020-ig az ország minden óvodájára kiterjesztenék. Erdőszentgyörgy után Balavásáron is átadták az Esély egy jobb jövőért elnevezésű program keretében létrehozott szociális központot, amelynek célja a községben élő hátrányos helyzetű gyerekek támogatása. Haza menjek szívesen, és leülhet csendesen. Rövid műsorral készültek a gyerekek a Balavásári Szociális Központ átadására. A központ fő célja a községben élő hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációja, oktatásban való felzárkóztatása. Balaváson is elég komoly szociális problémákkal küszködünk, és ezeknek az ellensúlyozására, legyőzésére próbálunk erőfeszítéseket tenni. Ennek az erőfeszítésnek része a mai társszerződés partnerség keretében elinduló akció is. A község területén 681 gyerek él, közülük közel 90-en nem járnak rendszeresen iskolába. Az igazgató reméli, hogy a program nekik is segít majd. Amelyik iskoláknál ilyen programok működnek, tehát Fületerg és Egresőn, ott jelentősen megnőtt a gyerekeknek az iskolai óra látogatása. Én remélem, hogy ezzel a projekttel ugyancsak meg tudunk fogni néhány gyereket, akik őszintén mondva hát hiányosan látogatják azért az óráinkat. Néhány gyerek már nagyon lelkesen várja, hogy a programok elkezdődjenek. Fogunk tanulni, fogunk játszani, és fogunk, amit nem tudunk, meg fogjunk tanulni. A központban a gyulafehérvári Caritas munkatársai fognak dolgozni, szociális munkások, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, egyéni és csoportos tevékenységek is lesznek, de pedagógus képzés is fog folyni. Szeretnénk, hogyha ez egy olyan központ lenne, ahol egy szülő, egy pedagógus, egy gyermek a gondokkal, problémákkal küzdve bejöhet, viszont nem csak itt a központban, hanem a településen részt vesznek a kollégáink a munkába, kimennek hozzájuk, tehát terepmunka is fog folyni. A norvég alapú támogatással létrejött program keretében Gyulakútán és Magfalván is átadnak egy-egy központot. A 2011-es népszámlálás szerint a 15 és 29 év közöttiek Románia lakosságának 18,8%-át teszik ki. Körükben 24,3% a munkanélküliségi arány, az európai átlag 22%. Az este 8 órától kezdődő Metszet című műsorunkban arra kerestük a választ, milyennek az oka, milyen esélyekkel indulnak a romániai fiatalok, és kitől várják a megoldást. Felmérések szerint 2008 őszéhez képest 12-21%-ra nőtt azok aránya, akik úgy érezték, hogy életszínvonaluk romlott az elmúlt években. Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke szerint az egyik fő gondot az jelenti, hogy a pozitív példák nem kapnak elég hangsúlyt, nem bátorítjuk kellőképpen a fiatalokat. Egy cég alapítás is egy olyan kérdéskör, amihez szerintem első körben nem feltétlenül szakismeret szükséges, nem feltétlenül üzleti terv szükséges, hanem vakmerőség és bátorság. Ha nincs bátorság, ha nincs bátorítás,
a környezetből, akkor ha esetleg meg is lépni ez a fiatal, nem lépi meg ezt a lépést, hanem amellett dönt, hogy elmegy és medgyet szed, vagy cseresznyét Spanyolországba. Felmérések szerint a fiatalok közel 40%-a kivándorolna, még ha ideiglenesen is, tanulmányok folytatása vagy munkavállalás céljából. Egyharmaduk 10 éven belül egy másik országban valósítja meg majd álmait. Az agyelszívás a kommunista utódállamok valós problémája, amelyre sokkal inkább helyileg, mint sem központilag kell megoldást találni. Helyi példákat, helyi kezdeményezéseket látok arra, hogy bizonyos településeken a város vezetősége, bizonyos megyékben a megyék vezetősége programokat dolgoz ki arra, hogy mindazok, akik akár tanulni, akár dolgozni mentek el a városból, függetlenül attól, hogy belföldre vagy külföldre, próbáljanak meg hazajönni. Egyre több fiatal érzi azonban azt is, hogy egy egyetem elvégzése nem jelent garanciát jól fizető munkahelyek megszerzésére. Ezért elsősorban a közoktatás vonható felelősségre, mely nem veszi figyelembe a munkaerőpiaci igényeket és elvárásokat. Korszerű orvosi műszert vásárolt a Maros megyei klinikai kórház. Az úgynevezett csontmalom a csontszövet átültetésében játszik fontos szerepet. Ez a kis gépezet az úgynevezett csontmalom. 6400 eurót fizetett az ortopédiai beavatkozásokon használatos műszerre a Maros megyei klinikai kórház. A szükséges pénzösszegre egy karitatív kulturális esemény keretében tett szert az egészségügyi intézmény. A korszerű gépezet a csontszövetek átültetésének az előkészítését szolgálja. Eddig a kórház az orvosi beavatkozások végett a bukaresti Kolentina klinikától kérte kölcsön a csontmalmot. Az ortopédiai és traumatológiai klinika vezetősége szerint a műszer pótolhatatlan a csontszövet transzplantációban. Megőrli azt a csontszövetet, amit mi kivettünk, elküldtük Bukarestbe, vagy ha nem, és itt lesz ugye a bank, és beültetése alkalmas állapotba teszi. Mert ha azt a csontszövetet, azt a csontdarabot, amit én kiveszek csípőből vagy térdből, úgy, ahogy van, nem lehet beültetni. Azt elő kell készíteni, azt fel kell darabolni, és csak úgy lehet a csonthiányos területre átültetni. Az elmúlt évben Marosvásárhelyen mindössze 4 csontszövet átültetést végeztek. Ovidiu Butuk kórházmenedzser szerint a helyzet javulhat abban az esetben, ha létrehozzák azt a szövetbankot, amelyet Marosvásárhelyre terveznek. A Maros megyei tanács megkapott egy területet, amelyen megépülhet a csontszövetbank. A minisztérium és az országos transzplantációs ügynökség szintjén következik a közbeszerzés, és legkésőbb 2016 első felében lezárulhat az építkezés. Az országban jelenleg 4 központban végeznek csontszövet átültetést, Marosvásárhelyen, Bukarestben, Jászvásáron és Temesváron. Kampánya Juppi táborért évzárás a Székelyudvarhelyi Színháznál. Nézzük a híradó további témáit. Mosolyt lehet adományozni, támogatókat keresnek a beteg gyerekek táboroztatásához. Évadzáró számvetés, 172 előadás, 5000 bérlet, egy új tagozat, ezek a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház idei sarokszámai. Arra panaszkodnak a gyergyószentmiklósi Tűzoltók utca lakói, hogy valahányszor esik az eső, a Virágnegyed felől lezúduló víz elönti az udvarokat, kerteket és pincéket. Ezeken a felvételeken a hétvégi zivatar nyomai láthatóak, a házak alapja és a kerítések még nem száradtak ki, a pincékben pedig még most is áll a víz. A lakók azt mondják, azóta vannak problémák, amióta megépítették a körforgalmat. A polgármesteri hivatal az esővízzel vezető rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet, hangsúlyozva, az még a 70-es években épült, és nagyobb esőzések esetén nem tudja elnyelni a vizet. A problémás helyeken új technikai megoldásra van szükség, amely azonban egyrészt időigényes, másrészt komoly anyagi befektetést igényel. 5. alkalommal szervez ingyenes tábort a diabétesszel és daganatos betegséggel élő gyermekek számára a Juppi Tábor Mozgalom Egyesület. A hét elején indult az Adományoz Mosolyokat elnevezésű adománygyűjtő kampányuk, amelynek bevételét a táborokban résztvevő gyerekek költségeinek fedezésére szánják. Terápiás rekreációt, élményterápiát biztosít táborozói számára immár 5. éve a Juppi Tábor. A tábor ideje alatt nem csak a krónikus betegséggel élő gyerekek, hanem az önkéntesek is sikerélményekben részesülnek, mondta a híradónknak Nagykorodi Enikő, aki már 2. alkalommal lesz önkéntes a táborban.
legszebb az, amikor mosolyogva jönnek le a gyerekek a mászófalról, vagy újongva szállnak ki a kenuból, vagy örvendezve mutatják a kézműves foglalkozáson készített kis tárgyaikat. Nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt az is, amikor az egyik fiú, miután háromszor megdicsértem, nekem adta a nemezelt kis golyóját, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha én ezt megtartanám emlékbe. Idén mintegy 140 gyereket és ugyanennyi önkéntest várnak a táborba. László Zsuzsa táborvezető elmondása szerint a módszerük sikere abban rejlik, hogy a gyerekek olyan feladatokat végeznek, amelyek által felfedezik saját lehetőségeiket, átlépik korlátaikat, önbizalmuk és önértékelésük nő. Ezek az aktivitások éppen erről szólnak, hogy a krónikus betegséggel együtt élő gyerekeknek olyan lehetőségeket biztosítsunk, amihez nincsen hozzáférhetésük a hétköznapokban, mert ők félnek, a szüleik félnek, esetleg nincsen kellő egészségügyi felügyelet, és akkor ezek egyrészt a kreatív dolgok, mint például a fotó, színjátszás, zene, kézművesség, másrészt pedig a fizikai kihívás, ami főleg akkor nagyon-nagyon fontos, hogyha mondjuk egy onkológiai beteg gyerek esetén még valami mozgássérülés is van. Idén első alkalommal nem csak a diabéteszes gyerekeknek szól a tábor, daganatos betegséggel élő kamasz gyerekeket is várnak. A tábor a gyerekek számára ingyenes. A hétfőn indult kampány keretében a 8835-ös SMS számra küldött üzenettel bárki 2 euróval támogathatja a Juppi Tábor Mozgalom Egyesületet. Várják már a lovasok jelentkezését a 3. marosszéki lófuttatásra. A síkversenyre június 27-én kerül sor a Bözödúj falusítónál. Idén a program ügyességi rönkhúzó versenyszámmal bővül. Nevezési díj nincs, a lovasok a www.marosszékilófuttatás.ro oldalon jelentkezhetnek június 22-éig. A díjak összértéke 5000 lej. A résztvevők érdekében a szabályzat előírja, hogy azok, akik lóval érkeznek, kötelesek bemutatni az állatok érvényes vérvizsgálati eredményeit és az influenza elleni védőoltás beadását igazoló okiratot. A lófuttatáson átadják a legápoltabb lóért járó aranyparipa díjat is. A családról szól a sepsiszentgyörgyi Cimborák Báb Színház új előadása, amelyet az alkotók Hervai Gizella Kobak meséi nyomán állítottak össze. Olyan történet elevenedik meg a színpadon, amelyben kicsik és nagyok is magukra ismerhetnek. A családi kötelékek szükségességéről mesél a Kobak és Kati című előadás, amely egy bővülő család hétköznapjait mutatja be. Előbb Kobak születik meg, aki totyogóként elkezdi felfedezni a világot, feszegetni határait. Aztán egy nap minden megváltozik, hiszen megérkezik a családba kis húga, Kati is. Szerintem minden gyereknek, aki nagy testvér, az Kobakra ismer, vagy magában felismeri Kobakot, aki kis testvér, az magában felismeri Katikát egy kicsit. A szülők is betekintést nyernek ebbe, hogy akkor lehet, hogy... Mert nem mindig tiszta a szülőnek, hogy a második gyerek, meg első gyerek az, hogy viszonyul egymáshoz meg. És ezeket így nagyon jó újra megélni. Nyuszi, lafűbe, vigaszunk igágat! Nyuszi, talán beteg vagy, vagy talán nem is ugorhat! Nyuszi, hopp, én is hopp! Nyuszi, hopp! Nyuszi, hopp! Érdekes volt is. Tetszett. Mi tetszett nektek? A gyerekek. Kérdezzük meg a fiúkat, és nektek mi tetszett? Az építőkockák. De tetszett a gyerekeknek az is, hogy nagy szerepet kapott az előadásban a zene, hamar bekapcsolódtak a csúfolódásba, élvezték a közös játékot. A Hervai Gizella Kobak meséiből létrejött előadást az alkotók 3 éves kortól ajánlják. A háztűznéző előadással zárult kedden este a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház évada. Az intézmény vezetői szerint az elmúlt színházi évben is sikerült eleget tenni a nézők és a szakma elvárásainak, az újonnan alakult báb tagozat pedig különösen jól teljesített. 2014. szeptembere és 2015. júniusa között összesen 172 előadást játszottak a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban. Több mint 1000 felnőtt, 955 diák és több mint 3000 gyerek váltott bérletet erre az évadra. A betervezett előadások közül elmaradt a Sör, azaz a Shakespeare összes röviden, mivel néhány színész távozott a társulatból, de a többi színpadra állított darab elnyerte a nézők tetszését. A szakma leginkább a Szebb az élet halál után című előadása figyelt fel, amely több fesztiválra is meghívást kapott.
ezek a körülmények között, tehát hogy nincs elég pénz, nincs elég színészünk, nem tudtunk szilveszteri előadást csinálni, ezek természetesen negatívumok, de igyekszünk folyamatosan ezen is változtatni, próbáljuk bővíteni a határainkat, de ez nem csak tőlünk függ, hogy ez mennyire sikerül. Az idei évadban létrehozott bábtagozat beváltotta, sőt felül is múlta a hozzáfűzött reményeket. Ha ilyen számokat mondok, hogy például a Cókmunka vagy a Morgolódó Szekrémanó első, Tomis Sándor Színház első báb előadását 3000-en nézték meg eddig, az tulajdonképpen azt jelenti az összes gyerekbérletesünk úgy, hogy mondjuk 5-8-asot nem is nagyon játsszuk. És ezt, hogyha az ember úgy számolja, hogy a 60-as, 70-es nézőtérrel, 40 előadást játszottunk bőle, és még rengeteg meghívása van. Noha 2014-ben a Dráma Kortárs Színházi Fesztivál támogatók hiányában elmaradt, idén októberben biztosan megrendezik, miután pályázatok révén sikerült pénzt lehívni erre a célra. Elmarasztalta a Strasbourgi Európai Emberjogi Bíróság a román államot, amiért 14 éven keresztül megtagadta a római katolikus egyház gyulafehérvári érsekségének a Batthyáneum könyvtár, a Gyulafehérvári Múzeum és Asztronómiai Intézet visszaszolgáltatását. Az államot 15 ezer euró kártérítés és 10 ezer euró perköltség kifizetésére is kötelezte. Az államnak vissza kell szolgáltatni a többek között a Batthyáneumban található aranykódexet is, a 8. századból származó rendkívül értékes kéziratot, amely a könyvtár legnagyobb kincsének számított, amikor a kommunista hatalom államosította az egyház tulajdonát. Idén is szól magyarul a rádió Erdély egyik legnagyobb vizes szabadidőközpontjában, ettől az évtől azonban csak az egyik magyar kereskedelmi rádió vállalta a szolgálatot. Ez itt a rádió Gaga Weekenden. Idén második alkalommal. 2014-ben a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők határozták el, hogy magyar és román nyelven is be kell mondani a hirdetéseket, információkat a Vikentelepi Vakációs Rádióban. Ez idén is folytatódik. Ez úgy működik, hogy a vásárhelyen működő rádiók, amelyek érdekeltek, elosztják maguk között a műsorrácsot. Na most amióta ugye valamilyen szinten, ha nem is kötelező, de elvárt az, hogy minden információ két nyelven hangzódjon el, tehát ne csak románul, hanem magyarul, és ugye adott rádiók bajban vannak, hisz nem tudják, hogy ezt hogyan fedezzék, mert vagy magyarul beszélnek, vagy románul. Az élményközpontban a már 10 éve működő rádió az idén május 1-én indult, és szeptember 10-ig működik, naponta reggel 10 és este 8 óra között. Gyakori eset, hogy elveszett gyereket keresnek, vagy találtak, aki nem beszéli a román nyelvet, és ilyenkor jól jön a műsorvezetőnek a magyar nyelvtudás. Persze fele-fele arányban város magyar és román nyelv, úgyhogy csak van értelme, hogy magyarul is szóljon, mert nekünk szól, turistáknak elvége. Nagyon helyes. Semmi kifogásom nekem az ellen, ha a románul is szól, de kell a magyar zene is. Itt vásárhelyen megosztunk azért, hogy legyen ez is, az is. Az előttünk álló nyári szezonban időjárás függvényében 24 alkalommal szól majd magyar nyelven is a Strandrádió. Június 17-éig egy Európai Uniós rendelkezés értelmében országszerte meg kell szüntetni az analóg földfelszíni televíziós közvetítés egy részét. Ez azokat érinti, akik mindössze egy szoba antennával vételezték az UHF frekvencián sugárzott televízióadókat. Az Erdélyi Magyar Televízió esetében ez a marosvásárhelyi és a sepsiszentgyörgyi lakosokat jelenti. Ettől függetlenül az Erdély TV nézői továbbra is zavartalanul követhetik műsorainkat a kábel és műholdas műsorterjesztők kínálatában. Jól szerepeltek az erdélyi magyar sportolók az európai játékokon, sporttal folytatjuk a híradót. Országos tekvandó bajnokságnak adott otthont a hétvégén Székelyudvarhely, Marosvásárhelyről, Csíkszeredából, Szovátáról, Besztercéről, Bukarestből, Botosámból és Székelyudvarhelyről 17 csapat jött el a versenyre. A sportolók számos kategóriában mérték össze tudásukat. A székelyudvarhelyi Varang VTF tékvandó sportklub által szervezett esemény a Varang kupával kezdődött, majd az országos forma gyakorlat versennyel folytatódott. György Sándor szervező mondta, az első székelyudvarhelyi országos tekvandó bajnokság jól sikerült, ha minden a tervek szerint halad, jövő évben is a város ad majd otthont a rendezvénynek.
Kiestek a házigazdák a magyar-román közös szervezésű női kosárlabda Európa-bajnokság csoportköre után. Románia a Temesváron rendezett csoportban mind a négy találkozóját elveszítette, míg Magyarország Sopronban Szlovákia ellen nyert ugyan, de így is ötödik lett a csoportban. Az Európa-bajnokság a legjobb 12 csapattal Debrecenben és Budapesten folytatódik. Jól szerepeltek az erdélyi magyar sportolók a bakui első európai játékok keddi versenynapján. Simon Andrea a bronzéremért küzdött a női birkózás 63 kg-os súlycsoportjában. A marosvásárhelyi Muresul klub női birkozója a sorsolás folytán az ukrán Julia Tkáccsal került össze az első körben, akitől nagy arányú vereséget szenvedett, azonban miután az ukrán döntőbe jutott, a Vigaszágon bizonyított. A lengyel Monika Mihálikot tussal győzte le, míg a bronzcsatában a fehér orosz Mária Mamasukkal került szembe. Egy mögékerülési próbálkozás azonban rosszul sült el, a fehér orosz olyan fogást talált a bokáján, amivel többször megpörgette, s így technikai pontfölénnyel győzött. Simon Andrea ezzel az ötödik helyen végzett. Nevelőedzője, aki szívesen látná őt a Rio de Janeiro-i olimpián is, jó profétának bizonyult. Szeretnénk, hogyha az első hatban benne van, akkor több mint valószínű, hogy viszik a világbajnokságra, és az pedig már kvalifikáció az olimpiára. Ma játszotta első selejtező mérkőzését a női asztali teniszezők egyéni versenyében az ugyancsak marosvásárhelyi Szőcs Bernadett, aki az azeri Rufa Guljajevát sima négy játszmában múlta felül. A következő ellenfele holnap a Hollandiát képviselő kínai származású Li Qi lesz. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit, viszontlátásra!